Sziasztok! Szintén belenézzük a mai napon a kártyákba. Elhoztam nektek a Golden Magic Lenormand kártyákat. Milyen változások jönnek létre veled és a lélektársal kapcsolatosan? Koncentráljatok! Milyen változások jönnek létre? Milyen változások jönnek létre? Nézzük, mit üzennek a kártyák. Hát én úgy látom ezt az egészet, hogy valami változás lesz, szóval én úgy gondolom, hogy gyógyulnak a témák, gyógyulnak a dolgok, ez nagyon-nagyon pozitív, ezt úgy látom. És most kirakjuk majd szépen, hogy mire is gondol ez a te szívherceged, ez a te szívherceged, ez a te lélektársad. Na nézd, arra gondol itten valójában, látod, ő itt van, hogy szerencse vagy te neki, és egy komoly kapcsolatot szeretne te veled. Hogy te vagy neki a szerencse, hogy téged megismert, ebben biztos vagyok, ebben teljesen biztos vagyok. És mit érez a szívében? Hát ezt is megnézzük, és akkor majd látni fogjuk, hogy már játszok. Mit is érez a szívében? Mit is érez a szívében ez az ember? Na nézzük! Na nézd! Hát ez szuper! Hát én azt látom itt az egészben valójában, hogy igen gondol egy komoly kapcsolatban ami arra, amit téged illeti, és azt gondolja, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy szerencse, és én azt is látom itten, hogy szóval ő saját magáról, őróla van szó saját magáról, és én azt látom itten valójában, hogy a szívében itt érzi eztet az erős energiát, eztet a félelmet, ez egy kicsit félelmessé teszi őt, tehát úgy gondolom, hogy megijed ettől az erős érzésektől, habár nagyon vágyik egy új kezdetre te veled, ő nagyon szeretne egy új irányba menni, és ez most lehet, hogy a portálnap indította benálatok, hogy az játszott egy szerepet, és én úgy gondolom itten tényleg, hogy ez a gyermek mindig az új kezdetet jellemzi, és ez változni fog, úgy gondolom, és nézd csak, én még azt is látom, hogy elindult itt valami, annyira szeret tégedet, meg olyan romantikus érzései vannak, csak még döntés kell, hogy hozzon, hogy most milyen irányba megy is, hogy megengedi tényleg ezeket az érzéseket, és megengedi eztet, hogy tényleg, hogy ebből legyen valami komolyabb kapcsolat, vagy pedig a félelme, az azt jelenti, hogy a félelme őtet visszavonza, az is lehet, hogy a félelem az az, ami tényleg őt visszavonza, és most tényleg irányt kell, hogy változtasson, úgy gondolom, és én azt gondolom tényleg valójában, hogy arról szól az egész, itten nálatok, úgy gondolom, hogy, hát én úgy gondolom tényleg, hogy erőt kell, hogy vegyen magán, hogy olyan bátor legyen, hogy olyan merész legyen, hogy most vagy a romantikát választi, meg most van komoly kapcsolat, most itt van félelem, meg itt a szerelem, meg a romantika. Most mit választ? Hát ő nagyon vágyik a szerelemre, és én úgy látom, hogy a komoly kapcsolatra is vágyik, de ezt tudja ő is, hogy el kell, hogy döntse. Így nem lehet. A szerelem az mindig a szeretet, a szerelem az egy pozitív érzés, az ellentét a félelemnek. Na most itt két erő van, ő neki az kell, hogy leküzdje, de örökre, hogy ő tényleg, hogy tudja, hogy mit is akar. Szerencsés lesz, mert vágyik rá, és romantika is jön közöttetek létre, és új kezdet, új lendület, hogyha jelentkezik akkor majd meglátod, hogy mit fog neked mondani, de tisztázzuk most le ezeket a lapokat még egyszer itten közöttetek, jó? Elhoztam nektek The Secret Keycards a Nadine Breitensteintól, és most koncentráljatok, nézzük, mitől fél ez az ember. Vagy honnan ered ez a félelem nála? Hát az jött ki, hogy hát lehet, hogy azért, mert te könyörögtél sokat neki, és az úgy látta ő teljesen, hogy
hogy te annyira rá vagy lendülve most, és már ő meg ezt már megijedt tőle, és ezt már megbánta valójában, és ő már ezt elfogadta mostan, mert ez teljesen őtet leterhelte ez az erős érzés, és várja, hogy ez a pontos időpont eljöjjön, az a perfekt időpont, hogy mikor is lehet. De én úgy gondolom, itten kijött a 3 hónap, és hogy isteni védelem van itten fölöttetek. Na most nézzük meg, hogy miért ilyen határozatlan ez a te drágád. Na már ki is jött elég sok. Szóval miért ilyen határozat? Hát lehet, hogy egy tűzijel, az azt jelenti, vagy nagyon nagy a temperamentum benne, az is lehet. És az is lehet valójában, hogy hát türelmetlen ő is már saját magával, és kellene, hogy ezt a komoly kapcsolatot ő érezze. Hát én úgy látom, hogy itten gyógyulások jönnek létre, azt látom. Most nézzük meg, hogy hogy áll hozzád, szeretett tégedet ez a te drágát. Na nézzük csak meg. Hát az jött ki tényleg, hogy az jött ki itten, hogy a szent egyesülés, az kijött. Szóval, hogy őrizd a kapcsolatodat, mint egy kincsed, szent egyesülés, és az jött ki, hogy csak a szeretet fog téged felszabadítani. Engedj mindent el, hogy az új szerelem az életedben jöhessen. Ez volt a mai napra tényleg nektek az üzenet, ezek nagy változások, mert nagy gyógyulás is létrejön, és én úgy látom tényleg, hogy mint ahogy látod, közösülés itt van, hát nagyon örülök neked, ha így volt, ha megtaláltad magadat, akkor kívánok nektek csodaszép napot, ha elemzést szeretnétek, egyéni elemzést, jelentkezzetek az elérhetési módot, szintén megtaláljátok a videó leírása alatt. Hát nagyon várom a kommenteteket, köszönöm szépen, legyen csodaszép napotok, sziasztok!